Az ember hajlamos azt hinni, hogy hozzám a leggyakoribb kérdés, hogy melyik sör a legjobb, melyik a legihatóbb magyar sör, melyik a legjobb árértékarányos sör, és a többi, és a többi, de higgyétek el nekem, nem ez a leggyakoribb kérdés, amit kapok, hanem hogy hogyan csinálok sörös kupakból hűtőmágnest. Tényleg ez a hobbim, egyfajta ilyen utazási insta fotók, hát én így készítem az utazási insta fotókat, ez egy kis bivajfejes lengyel, vagy ez a remek ír, ami már nem is tudom honnan van, de ez annyira egyszerű, hogy ez már szerintem méltatlan, ezt majd csak mellékesen mesélem el. Sokkal fontosabb és érdekesebb szerintem, hogy mit lehet csinálni a sörös címkékkel. És hát, hogy az ember hogyan bánik a technikai cuccaival, két főiskola van. Az egyik, aki végig ilyen karcmentesítő tokban tartja, és folyamatosan mókusszőr ecsettel tisztogatja. A másik véglet Casey Neistat, a világtalan legjobb youtuberre, nekem legalábbis nagy kedvencem, aki sportot üz belőle, hogy egy drága kameráit itt dobálja össze-vissza. Mert hogy hát ezek csak tárgyak, bla 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 bla. És a két véglet között vagyunk mi, ti meg én, a normális emberek. Én azért szeretem egy kicsit personalizálni mondjuk a laptopot. Itt van például ez. A matricákat szeretek rárakni, csak az a baj, hogy kevés a jó matrica, vagy szóval most az ember ritkájára matrica bolt van. Ezt még nem tudom, egyszer valahol az Emirátusokban vettem. Ez Tajvanon egy hát ilyen lakossági autóverseny, ez az Option Cup. De itt már azért, ez egy régi laptop, legalább 5 éves. Itt már látszott, hogy ja, meg valami Ray-Ban matricák, de hát ezek, de a szarok, ezek így kopnak le róla. De ez már itt új idők szele, bár rosszul raktam föl. Ez egy 23 balling fokos Urbok sörnek a címkéje, amit majd lehet, hogy most majd megerősítek, bár ezt a laptopot igazából csak utazásra használom, mert kicsike. Jellegzetes motivum a hátulján mindig legyen az embernél egy kis duct tape, hogyha valamit meg kell ragasztani. Következő laptopom, itt már látszott, hogy tényleg ezen is van egy option cap, én nem szeretem, hogyha nagyon ilyen szűz a laptop, de például ez egy szerintem ez egy nagyszerű sörös címke volt, vagy ez a farkasos Elevation Pale Ale, ez is kiváló, vagy a Daniel Jacobsen. Hogy fiú vagy lány. Mert nekem volt kígyó tenyésztő barátom, csak onnan tudom. Ő mindig azzal volt elfoglalva, hogy... De itt már egyértelműen látszott, hogy elfogynak a matricák, úgyhogy a legújabb laptopomhoz most már gondoltam, hogy csinálok egy videót. Ugye fontos, hogy az ember kiválassza, milyen sörökről akarja leáztatni a címkét, és aztán imádkozzon, hogy ezek a címkék rendes papírcímkék legyenek, és ne olyan címkék, mint például az új-zélandi Hobbit söré, amelyik szép lenne, mint címke, de sajnos valami ilyen műanyagos jelleg, ezt nem is biztos, hogy rá fogom tudni ragasztani. De a többi a szépen leázott, itt van például a Primator Dark Lager, vagy ez a Jennings Cumberland, ez valami brit ale volt. Hál' Isten, rendesen lejött a Winkler Braai, ami nagyon fontos volt hát nekem, érthető okokból. Vagy a Fingó törpék fémjelezte Le Chouf, hogyha nézel ilyen csináld magad DIY videókat, akkor láthatod, hogy létezik egy úgynevezett szalvéta technika, amihez kell dekupázs ragasztó, amit ilyen kreatív hobbiboltokban lehet kapni, átlagos plázában is van ilyesmi. Szóval leáztattuk a címkéket, amúgy az a baj, még vannak nagyon sörcsomagok, például ez az Einstök, ez az izlandi sör, még lehet, hogy ez is majd később rákerül. Most minden esetre inkább csak kísérlet ezek a technikával.
Tehát anyámtól kaptunk egy kis süteményt, valami bombonos dobozban ennek a fedelét fogom használni. Raktam egy kis vizet, mert vízzel hígítható elvileg a dekopázs ragasztó. Loptam kislányomtól egy ecsetet, halált megvető bátorsággal elkezdjük kenni. Lehet, hogy én egy kis vizet is kennék rá, ezt a dekopázs ragasztót. Egy közepesen vedlő ecsettel. Fontos, hogy a szélére is kikenjük, mert különben úgy járok, mint az úrbokkal, de most annak is alá fogok kenni egy kicsit. Na jó, hol vannak a fingó törpék? Fingó törpék megvannak. De nagyon sokszor csak áztatás közben derül ki, hogy egy-egy címke, vagy az van, hogy ilyen műanyag lesz, nincs olyan a hobbité, vagy ezért a spanyolé, hát ezt elvileg, ezt így is rárakhatjuk, csak szerintem nem fog jó kinézni, és a végén még tengével kell leszedni. Na mindegy, ezt aztán bármikor le is szedhetjük a későbbiekben. Kérdés, hogy naponta hány visszamasszírozást kérje, igazából nem is ragad rá rosszul. Mondhatni, a műanyag címke is egyfajta főnyeremény. Na jó, hát ez felment. Hát ez nagyszerű. Hát nagyon fontos az esztétikum kérdés, hogy milyen legyen az iránya. Fingótörpét ide rakom. Ugye, hogy már is mennyivel kedvesebb. Személyesebb. Ez a laptop. Egyből látják, hogy egy jó ízlésű, kifinomult illető vagyunk. Egy ilyen bohókás fickó, akivel alkalmatlan el lehet csörözni. Egy hosszú értekezleten meg lehet beszélni, kinek melyik a kedvenc belgája. És most már nem is tudom, órák óta van a lábosban. A másik új-zélandi sor, amihez nagy reményeket fűztem, az a Spice, vagy Spates. Amelyeket annyira menő lett volna kirakni, hogy látnák az emberek, hogy voltam Új-Zélandon, és persze közben mélyen kussolnék, hogy nem. Csak söröket kaptam onnan. Ami mondjuk szerintem nem kevésbé menő. Most kíváncsi vagyok, hogy ez az undorító fehérség. Jó, én ezt egy zsepivel kicsit leszedem. Hosszú távon nem aggódok. Mert hát mint a trójai rétegek, egyre többet és többet ragasztok, és akkor előbb-utóbb megtanulom, hogyan kell, és most kijavítom ezt az úrbokkosat is. Egyébként ez az úrbokk, ez egy rossz sör volt, tehát egy erős láger volt, de nem volt jó íze. Tehát most ugye 23-as ballinggal nem lehet normális lágert csinálni. Igazából ez is nagy kedvencem, ez a Erkül Stout. Ezzel is az a baj ugyanaz, mint a Spice-al, hogy van egy olyasfajta címkepapír, ami papír, tehát nem műanyag, de egyszerűen mire lebírnánk áztatni, addigra egy szétfosik az egész. És ez is olyan volt, csak nekem annyira tetszik az Hercule Stout, ezzel a kis poáróval, hogy nagyon óvatosan és nagyon hosszasan levakargattam. Na, hova rakjam? Mondjuk ide. Jó, hát nem vagyok egy látványművész, na. Így, és átkenem a külsejét. Itt van ez a Spice, de hát egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez innen normálisan szakadás nélkül eltávolítható, pedig ez az a sör. Ha, lejön. Talán. És nem lesz olyan égő egy váróteremben elővenni és dolgozni. Végre nem gondolják, hogy egy unalmas fráter vagyok. Egy céges laptoppal. Tararidaram. Ez itt jó lesz, úgy érzem. Ja, lehet, hogy a legjobb még vizesen fölnyalni. Aha, ezen mintha a fehér trutymák tényleg eltűlt volna, úgyhogy erre most már bátrabban kenem. Ez olyan jó rusztikus, meg nagy kedvencem a Primator, úgyhogy... És jó is ez a Dark,
Bár a Primatorban a legjobb a 11-es Higlager. Igen, ez a dekopázs ragasztó, ez elbírna szerintem még egy adag hígítást. Ha van közöttetek olyan, aki ért egy kicsit a dizájnhoz, vagy van egy kis szép érzéke, nyilván már kórusban visít, hogy ne oda, ne oda! Hát én azt mondom, szerintem hatásában jó az, hogyha egymásra épülnek, de ugye most még kevés van. Na, végül is elhelyezkedett ez itt szépen. Ezt is bemancsikolom. Ez a Bushnell meg olyan kis fakó. Mindegy, azért árakom, ha már itt van. Kicsit olyan, mint a patchwork technika, hogy minél rosszabb, annál jobb, ugye, amit még a búrháborúban a holland telepesek találtak föl Dél-Afrikában, vagy akkora volt a Czóresz, hogy foltokból vartak takarót. Azt sikerült leszedni, még ez nagy kedvencem lett volna, ez a Delirium Tremens, de ez is olyan, hogy erősebb a ragasztó, mint a papír, nem fogok tudni rárakni egy ilyen kis télapot. Na, ez alakul, addig azért gyorsan megmutatom, illetve visszarakom erre a fedelet, hogy én azért a billentyűt is egy kicsit personalizálom. Tehát ha nagyon homogén a felület, akkor nekem kell mondjuk videóvágás az, hogy oda vigye az ujjaimat a kurzor billentyűkhöz, a C-hez és a V-hez, a Shift-hez, az F5-höz és a Del-hez, és ezzel már így eltájékozódnak az ujjacskáim, hogy ez miért van. Hát nyilvánvaló, hogy mindig kell, hogy az embernél legyen egy kis duct tape. Tehát ugye megbontjuk a sört, hogy milyen technikával, ugye van a rárakjuk a pénzérmét, de hát ez nagyon hosszas pöcsölés, és van a Szél Tamás féle a késsel, csak akkor kijön a sör, és nekem videózáskor az nem jó, de nektek mindenképpen ajánlom. Tudom, úgy szoktam, de neked annyira szépen ugrott meg sziszem. Hát kipattintod, de gyorsan, hirtelen. Hát ennyi. Ezért megérte bejönni, ezért megérte. Még egy sört akarok. A második lépcső így alapban. Veszünk gyurmaragasztót papírboltban, és a gyurmaragasztóból csinálunk egy gombócot, és a sima papírbolti táblamágnest belenyomjuk, és emlékezhetünk minden hűtőajtó nyitáskor, hogy ez a Peroni Grand Reserve, ez azért segbe rúgott rendesen. A másik lehetőség ez a haladó fokozat, hogy nem ilyen kis gagyi, egyébként ezek a táblamágnesek döbbenetesen drágák, tudom, hogy 800 forint, vagy ilyesmi, 10 vagy 20 darab. Sokkal olcsóbb Kínából, a népi Kínából ilyen neodímium mágnest rendelni, csak az ilyen 500-asával kell, de ahhoz nem kell gyurmaragasztó sem, tehát azt nem kell beleragasztani a kupakba, az így csinál, hogy figyeld. Oh! Jaj, a túloldalra ugrott, mindegy, annyira brutálisan benne van, hogy ezt úgy kell lepajszarolni a hűtőajtóról. Nincs más dolgunk, mint várni. Egyébként jók az esélyek szerintem, mert ez egészen elszintelenedett. Remélem megváltoztattam az életeteket, és most már ti se ilyen amatőr módon ízre választatok sört, hanem sörcímke dizájn alapján.